Vissza még a koronavírushoz. A híradó elején elhangzott, hogy a kormány döntése értelmében az egész országban kötelező a maszk a beltéri kulturális rendezvényeken, mozikban, színházakban, akár a cirkuszban is. Vannak olyan produkciók, amelyek szabadtére költöznek, mert fő a biztonság. Bach kettős versenyét gyakorolt a szerdán az esti koncertre a Nemzeti Filharmonikusok zenekar. A budapesti Szent Teréz plébáni a templomban egy ingyenes komoly zenei rendezvénysorozat kezdődik a hangversennyel. Ez megkétszerezi az örömünket és a lelkesedésünket, hogy pont ebben a kínlódó időben játszunk itt, mert a zene az egy spirituális gyógyszer, és a Bach zenéjében akkora életáradás, szeretetáradás van, hogy azt mondhatom, hogy mi egymást fogjuk gyógyítani ezzel a koncerttel, és az az üzenetünk, hogy úgyis a humánum és minden fölül fog kerekedni ezen, ne féljünk. A koncerten kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniai előírásokra. Belépéskor a templomban kézfertőtlenítőt helyeznek ki a vendégeknek. A fővárosi közgyűlés hétfői döntése alapján péntektől kötelező lesz a maszkviselés a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken és a cirkuszi előadásokon Budapesten. Ami most ugye ezzel a rendelettel megváltozott, hogy kötelezővé vált a maszk használat a mozi területén belül, viszont azt az információt kaptuk az önkormányzattól, mint a mozisok egysége együttesen, hogy a maszkot, amíg a büfében vásárolt terméket fogyasztja valaki, addig le lehet venni, viszont utána vissza kell ugyanúgy tenni. A kormány döntése értelmében az egész országban kötelező lesz a maszk használat beltéri kulturális rendezvényeken, de a szervezők egyre több helyen próbálják szabad térre szervezni az eseményeket. Jó napot kívánok a tisztelt egybegyűlt népseregletnek! Így köszöntötte Szerencsés János a gyerekeket Debrecenben a nagy templom mögötti emlékkertben. A Vojtina Bábszínház úgy döntött, szabad téren tartják meg az előadásokat. Természetesen ebben a távolságtartás, a fertőtlenítés és minden körülmény, ami a pandémiás helyzethez igazítható, tehát például most ide olyan gyerekek érkeznek, akiknek nem kellett tömegközlekedési eszközre sem ülni. A bábszínészek szerint is nagyon fontos a biztonság a jelen helyzetben. Megvan a paraván köztünk, megvan köztünk egy kellő távolság a paraván és a nézőtér között. A kicsik és a nagyok is élvezték a darabot, aktívak voltak és bekapcsolódtak a játékba, igaz csak szóban. A szakemberek szerint továbbra is fontos, hogy mindenki hordjon maszkot, hiszen ez lassíthatja a koronavírus terjedését.